5 óra 8 perckor rögzítjük ezt a beszélgetést Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével itt a Közügyek stúdiójában, a téma pedig a vajdasági, illetve a szerbiai földművesek helyzete is. Ezekben a pillanatokban, ha minden igaz, Belgrádban megbeszélések kezdődnek a miniszter és a tiltakozó gazdák képviselői között. Jó napot kívánok, köszöntöm Önt. Nálunk Ön milyen reményekkel néz a bejelentett megbeszélés felé? Hát nem túl kecsegtetőekkel, mert azt gondolom, hogy ha megoldást keresett volna a miniszter, és hogyha megoldást akart volna találni, akkor az elmúlt egy hónapban, vagy az azt megelőző pár hónapban biztos, hogy lehetett volna megoldást találni. Én ott voltam tavaly júliusban azon a beszélgetésen, amikor az aratás előtt a gazdák eltorlaszolták az utat a tavalyi évi támogatás apropóján, akkor olyan megállapodás született, hogy az idei vonatkozásában tavaly szeptember végéig a miniszter leül a gazdák képviselőivel, és megállapodnak az idei támogatási rendszerről. Ez sajnos elmaradt. És a miniszter olyan mértékben vette semmibe ezt a kötelezettségét, ezt a vállalt kötelezettségét, illetve hát egyáltalán ezt az egész témát, ami azt gondolom, hogy példátlan. Ezt én már többször elmondtam, folyamatosan ezt hangsúlyozzuk, hogy nem lehet fél időben szabályokat változtatni, nem lehet ennyi embert egy lehetetlen helyzetbe hozni, nem lehet ennyi embert egy ilyen kilátástalan helyzetbe hozni. Én azt is elmondtam, hogy ebben a folyamatban azt gondolom, hogy a Demokrata Párt elnökének különös felelőssége van, mert az ő jelenlétében állapodtunk meg tavaly júliusban ezzel a témával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy méltatlan több tízezer családot ilyen helyzetbe hozni, és hát meg kell zabolázni a mezőgazdasági minisztert. Ebben a pillanatban én ennek nem látom az esélyét. Én azt látom, hogy a mezőgazdasági miniszter hát úgy viselkedik, mintha ez az egész történet az ő magánügye lenne. És azt látom, hogy különböző módszerekkel, a szalámizás módszerével megpróbálják fölmorzsolni a gazdákat, a gazdák tüntetését, és én azt látom, illetve azt gondolom, hogy az elkövetkező egy-két napban ez a történet ki fog fújni. Mert szétverték a gazdaszervezeteket, az utóbbi napokban, tegnap például, illetve ma is voltak olyan jelenetek, ahol megpróbáltak nyomást gyakorolni a gazdákra, akik tüntettek. Azt gondolom, hogy napról napra mind kevesebben veszik majd a bátorságot, hogy kiálljanak az utakra. A miniszter reggel még olyan nyilatkozatot tett, és a reggeli média erről is beszámolt, hogy semmiféleképpen nem hajlandó tárgyalni a tiltakozó gazdákkal, semmilyen engedményre sem hajlandó. Magyarázta is, hogy ezzel végül is fölül kérne írni az egész támogatási rendszert, pénzeket visszafizetni, stb. Stb. Ön szerint most mi várható? Ilyen tekintetben. Nagyon nehéz ezt ebben a pillanatban megmondani, megjósolni. Én azt gondolom, hogy a mai ötórási beszélgetés, ami most van folyamatban, ez valószínű, hogy egy látszat tevékenység, amivel megpróbálják kezelni a helyzetet, de majdnem, hogy biztos vagyok benne, hogy a támogatási rendszer nem kerül fölbírálásra, illetve fölírásra ebben a kormányzati ciklusban ennek a kormánynak a részéről. Hogy utána mi fog lenni, ezt majd látni fogjuk. Vajdasági Magyar Szövetség az többször is hangsúlyozta, hogy ebben a tekintetben, ebben a kérdésben is a mezőgazdasági termelők mellett van. Ez akár a következő kormányzati ciklusra vonatkozóan mit jelent a valóságban a tényleges cselekvések szinterén? Ez azt jelenti, hogy mi a magunk részéről politika eszközeivel megpróbáljuk ezt a kérdést melegen tartani és napirenden tartani. Továbbra is azt gondolom, hogy nem lehet fél időben játékszabályokat változtatni. Az idei vonatkozásában azt kell betartani, amit a gazdáknak megígértek, illetve amiben a gazdák, én azt gondolom, hogy a számításukat keresték és megtalálták. Lát erre esélyt, hogy ez a nyár derekán kiharcolható lesz? Ezt nagyon nehéz ebben a pillanatban megmondani, mert például arról nem beszélsénk, hogy a költségvetés most milyen állapotban van. Azt gondolom, hogy ez majd a választások után fog kiderülni. Az, amit én fontosnak tartok elmondani, én továbbra is úgy gondolom, hogy a gazdáknak igazuk van, mi támogatjuk őket ebben az erőfeszítésben,
de ugyanakkor szeretném azt is elmondani, hogy mindenki csak a saját felelősségére mehet ki az utakat eltorlaszolni. Azt gondolom, hogy ebben a tekintetben nem vállalhat senki felelősséget azokon túlmenően, vagy azokat leszámítva, akik kiállnak az utakra. Folytatott a Vajdasági Magyar Szövetség olyan megbeszéléseket akár a gazdaszervezetekkel most, akár pedig az illetékes politikusokkal, amelyek megoldási lehetőséget jelenthettek volna? Én gazdaszervezetekkel nem folytattam beszélgetést, mert a gazdaszervezeteket szétverték. Ez egy előző fázisban történt, meg egy 2-3 hónappal ezelőtt. Ami az egyéb tárgyalásokat illeti, én beszéltem a Bojan Pajtics-sal, aki a vajdasági kormánynak az elnöke, illetve hát más demokrata párti vezetőkkel, fölajánlva a közvetítési segítségemet, illetve rámutatva arra, hogy ez egy kezelhetetlen helyzet, de azt látom, hogy ők ebben az erőfeszítésben nem partnerok, legalábbis eddig nem voltak azok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget.